Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsora. Újabb fejlesztések lesznek a megyei kórházban lengyelországi programok két ország diákjainak internet fiesta. Hét nap alatt a világ körül köszöntöm Önöket önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. március 22-én, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Újabb fejlesztések lesznek a Borsodabói Zemplén megyei kórház és egyetemi oktató kórházban, vagy ha úgy tetszik a csillagpont kórházban. Az 56-os forradalom névtelen hőseinek, orvosoknak, nővéreknek állít emléket, az az alkotás, amit a csillagpont kórház elé készít Varga Éva szobrász szobrászművész. Megújul a forradalom orvoshőséről Tót Ilonáról elnevezett orvosszálló is a megyei kórházban. Az energiaköltségeket pedig napelemekkel csökkentik. A beruházásokat pályázati pénzből finanszírozzák. A Borsodabói Zemplén megyei kórház egyik tere a dolgozóktól kapta a nevét gyógyítók tere. A kórház területén lévő utcák is nevet kapnak. A táblákat a napokban helyezik ki, ahogy az az emlékmű is most készül majd el, ami az 56-os forradalom sérültjeinek életért küzdő egészségügyi dolgozóknak állít emléket. Az emlékmű azokat a névtelen orvosokat és nővéreket ábrázolja majd, akik 1956-ban a forradalom idején életeket mentettek és sérülteket gyógyítottak, nyilatkozta Csiba Gábor főigazgató főorvosa minap.hu-nak. Sebesült forradalmár fölé hajoló orvos, így néz majd ki Varga Éva csapataink harcban álltak című alkotása, amire 5 millió forintot nyert a kórház a büszkeségpont pályázaton. 207 millió forint vissza nem térítendő támogatásból pedig megújul az 56-os hős. Tót Ilona nevét viselő orvosszálló, és új ablakokat, ajtókat, új szigetelést kapnak a nővérszállók is. Csiba Gábor ennek kapcsán azt mondta: Aki a 26-os úton jön majd autóval, azt láthatja, hogy az orvos lakóterep szebb lesz, színesebb lesz. Ugyanakkor a külső hőszigetelés és az ablakcsere révén energetikailag is hasznos épülete lesz a kórháznak. A kórház több épületére napelemeket telepítenek. Ilyenek kerülnek majd a szikszói kórházra is, ezzel 5%-os energiamegtakarítást fognak elérni. A két intézmény napkollektorai mintegy 430 kW energiát termelnek majd évente, vagyis csak nem 11 millió forintot spórolnak meg a napelemek. A beruházások idén az első negyed évben kezdődhetnek el. Magyarországon jelenleg minden hetedik percben meghal valaki az érszűkület következtében. A diagnózist nehezíti, hogy e betegség sokáig tünetmentes maradhat. Az érszűkületre, annak megelőzésére hívta fel a figyelmet csütörtökön a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság. Országszerte hat helyszínen, többek között Miskolcon, Szegeden és Debrecenben egész napos orvosi tanácsadással és vizsgálatokkal várták az érdeklődőket. Dr. Mátyás Lajos Érsebész Főorvos a betegségről, valamint annak tüneteiről is nyilatkozott rádiónak. Most Dr. Mátyás Lajost hallják. Különböző helyeken jelenhet meg ez a bajbetegség, vagy elzáródás, és következményesen az ellátó szerv vérellátása károsodik. Ennek megfelelően, ha az alsó végtagon, akkor ugye jelentős járáskorlátozás alakul ki, súlyosabb esetben szövetelhalások, amik esetlegesen a végtag elvesztéséhez, amputációhoz vezetnek. De ez természetesen ez az érbetegség, szűkület vagy elzárás nem áll meg, hanem ugye az egész verőres rendszer érinti. És ugye ennek következtében, ha szívkoszorús erején jelenik, akkor ugye szívizom infartus, akár ugye szívizom ki. Az agyat ellátó ugye nagyon súlyos agyi keringési zavar, sztrók alakul ki, amelyeknek esetleg féloldali bénú a következménye. A zsigereket elrátó erőjére szintén nagyon súlyos zsigeri működési zavar alakulhat ki, tehát mindig azon a részen, amelyik éppen ilyen záródás vagy szűkület miatt súlyos ellátási zavart szenved az alsó végtag vérrelátási zavar következtében jelentősen lecsökken a járástávolság. Ha valaki legalább 3-4-500 métert nem tud menni, akkor el kell gondolkodni, hogy lehet-e neki ilyen problémája. Ez az alsó végtagot érintette. Természetesen ugye felső végtagnál van ugyanilyen, elfárad a keze hamarad, elfehérednek az ujjai, hidegek a végtagok. Ezek a legegyszerűbben felismerhető tünetek vagy jelek lengyelországi programok két ország diákjainak március 23-a 2007 óta a Magyar-Lengyel Barátság napja, amely tovább erősíti a két ország fiataljainak együttműködését. Lengyelországi kirándulások, kulturális programok, lengyelországi karácsony és számos más közös program a két ország diákjai között az Avasi Gimnáziumban a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részvételével tartottak ünnepséget. Tavaly az iskolával együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mondta a Fekete Dénes elnök. Segítjük és támogatjuk az intézmény, főként a rajztagozatosok lengyel kapcsolatait, illetve részt veszünk egymás rendezvényén, rendezvényein, mondta el az elnök. Internet Fiesta hét nap alatt a világ körül. A nagy szállásfoglaló oldalakat az internetezők többsége ismeri, ám ennél jóval több utazási segítséget rejt bugyraiban a világháló. Újat mutatni tehát ezen a téren is. Mindenkinek lehet, és fognak is a könyvtárak. Az idei március 22-e és 29-e közötti internet témája, ugyanis az utazás. Azért biztosan nem kell világgá menni, hogy kedvünkre való programokat találjunk. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett országos programsorhoz a kezdetek óta csatlakozik Miskolc. Idén is nagyon változatos módon közelíti meg a második Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár és minden tagkönyvtára az utazás és a digitális világ kapcsolatát. Rögtön az első napon, március 22-én szerdán lesz például játékos kvíz. Ismerd meg Miskolc helyeit címmel a Rákóciban. Internetes útvonaltervezés, menetrendek keresése és szállásfoglalása Mórában és a Szabó Ban. Utóbbi könyvtárban Pazár művész tanár utazások által ihletett képei is megtekinthetők. A Tompa bel- és külföldi utakhoz készít könyvajánlókat, a Kafkában nagy bendegúz, kerekes székes világutazó, virtuális fotókiállításon és e-book formában osztja meg élményeit. A papír képeket vagy negatívokat is digitalizálhatjuk a könyvtárban, erről a Kafkában tudhatnak meg többet az érdeklődők. Az internet fiesta egy hete alatt végig hasonlóan gazdag lesz a program. Olyan tartalmakat is megismerhetünk, amelyek létéről és használatáról eddig nem is tudtunk. Például a magyar utazó bloggerek oldalait, a netes turista térképeket, turista utak tervezési lehetőségeit. Tehetünk virtuális utazást a házunk táján, vagy épp a világ körül megismerhetjük a szállásokról, éttermekről, a látogatói véleményeket gyűjtő oldalakat, sőt még virtuális virtuális időutazásra is készülhetünk. Ezen a héten földrészek hangjait idézi a zenei klub, és az utazással foglalkozik a biblioterápiás foglalkozás, valamint az angol és a német nyelvi klub is. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.